jobba felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly. Akkor jó helyen jársz! CÉGENERGIA Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Áram- és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A Millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata. A cég Energia Robot támogatója az Alteo csoport. Alteo.hu. Energiában gondolkodunk. Sok minden történik energiafronton, persze nyilvánvaló, hiszen egy óriási energiaválságban vagyunk, de vannak itt izgalmas uh, uh, hirdetmények. Például a metártender, a tavaszi metártender eredményeit is kihirdették. Jelentős új naperőmű kapacitás épül ahogy ezt ugye lehetett sejteni. Tehát ez a harmadik, még április végén meghirdetett metártender, és ezeknek az eredményei hétfőn a Magyar Energetikai és Közmúszabályozási Hivatal a MEC hirdette ki. Az összesítés szerint a felhívásra 183 ajánlat érkezett, ezek közül 57 pályázat nyert. A nyertes pályázók műveket építenek, összesen 183 megawatt beépített teljesítménnyel. Um, ugye ez a mi a háttere ennek az egész sztorinak, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal az Innovációs és Technológiai Miniszter felkérésére uh, került kiírásra a megújuló energiaforrások felhasználásával történő villamosenergia-termelés támogatását célzó metártender, és ennek az a célja, hogy a Magyarországnak a Nemzeti Energia és Klímatervével összhangban költséghatékonyan ösztönözze a környezetbarát megújuló energiaforrásokat felhasználó villamosenergia termelést, meg az új beruházások indítását. Akik indulnak, ők gazdálkodó szervezetek meg önkormányzatok lehetnek, és olyanok, akik vállalják, hogy új beruházás révén létesítenek megújuló erőművet, vagy meglévő erőművet az eredeti beruházási érték 50%-át meghaladó mértékben fejlesztik. Szóval egy tök jó dologról van szó, és hát látszik, hogy, hogy elég nagy az érdeklődés. Mondjuk több kategória van, van kis támogatási kategória, meg nagy támogatási kategória. Itt ugye az, hogy hány megavatta a kategória a vállalt energiatermelés, az a, az a lényeg, hogy milyen kategóriába kerülsz, de minden esetre az ajánlati árak a kisebb 20 megawatt alatti erőművi méret és a költségek alakulását terhelő bizonytalanságok ellenére is igen kedvezőek voltak. És itt van egy csomó minden a Metárral kapcsolatban, ami érdekes. Ö, azt mondtam meg, hogy a becslésük szerint a nyertes pályázatok mintegy 62 milliárd forint új beruházást indukálnak. És a, ami még talán fontosabb, hogy az általuk megtermelt villamosenergia mintegy 140 ezer háztartás igényét tudja fedezni. Uh -huh. Úgyhogy ez egy érdekesség volt a Metárral kapcsolatban. Ö, másik hír, hát ezt úgy kellett kimazsoláznom a cikkből, hogy mi az a hidrogén völgy. Ez nagyon érdekes. Ér érdekes hát nagyon érdekes, bár olyan sokat nem árul el a cikk. 2030 ra ez belőle esetre kettő is. Ö, itt hosszasan taglalja, hogy a hidrogén lehetséges felhasználását, jövőjét és lehetőségeit, ugye az energia hordozó, sőt, tárolóként is működhet, ugye gondoljunk csak arra, hogy egy megújuló energiás erőművel, Áramot termelünk, szétkapjuk a vizet darabjaira. És azt, amikor összerakjuk, amikor akkor, összerakjuk, megint, lesz akkor meg megint lesz belőle. Én. Így is van, pontosan. Úgyhogy van benne nagy potenciál. Na most ezek a hidrogén völgyek, amit, amit, amiben gondolkodunk, az, és 2032 is ilyen is lehet az egyik Dunai város és Pécs között, a másik Miskolc térségében, az hát azt mondja, hogy az adott területen a teljes hidrogén ökoszisztémát hivatott bemutatni, vagyis én azt gyanítom, hogy innentől, hogy valamilyen energiát termelünk, abból valahogy hidrogént állítunk el, azt a hidrogént valahogy felhasználjuk, ez lehet ez a teljes ökoszisztéma, Ugyan, és azért úgy, jó úgy ezek... Úgy a hidrogén völgyet, mint a szilícium völgyet. Hogy, hogy hogy az ökoszisztémába különböző vállalkozások tudnak belépni, és, és ők tudnak részt venni ebben az egészben. Tehát a hidrogén előállítás és felhasználás, a, a, ugye abból az áramtermelés, ebben egy csomó kis és közepes vállalkozás tud részt venni ebben a folyamatban. Hát meg nagyobb, mert ugye például a nehézipar is jelen van az említett helyeken, és ugye ja, igen, egészen igazadban. odáig el Valóban lehet A azért nem véletlen. Így is van meg a kis és hát bizony az is egy lehetséges felhasználási Ja, terület. Itt, már, itt, már, szó volt, hogy az a lényeg, hogy hidrogén értéklánc van egy igen, ilyen, igen. és abba hogy tudnak ugye integrálódni a különböző régiókba. Hát érdekes, az biztos. Jó, hát meglátjuk, hogy 2000 lesz hidrogén, -e szóval, lesz a -e hidrogén völgy, igen. Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A Millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája? A cég Rovat támogatója az Alteo csoport. Alteo.hu. Energiában gondolkodunk. Feltettük a Viber közösségünkben a kérdést, hogy Matolcsi György szerint fel kellene darabolni Budapestet. Mit gondoltok? A válasz az, hogy igen, legyen minden kerület önálló város. Erre 16 szavazott eddig. B válasz az, hogy mi, nem, hogy mekkora marhaság ez. Erre 62 szavazott. C válasz az, hogy B. Erre 22 szavazott, úgyhogy itt tartunk most. Jó, azt hozzá lehet adni, akkor a 62 -t. Jó, és Gábor hallgatónk pedig megírta nekünk Messengerben, hogy Budapest szerint Matolcsi Györgyöt kellene feldarabolni. Úgy, de, de van egy komolyabb üzenet is Geritől, jó reggelt értem a jogalkotás kisé furcsa módszertől való félelmeteket. Magyarországra az összes múltit beengedték, ugye így kezdődik az a mondat, hát, ami. Persze. Onnantól kezdve jönnek a, a, a félértelmezett fél, fél fél valóságok. Szóval, hogy akik a magyar kiskereskedelemet tönkretették. Aha, tönkretették. Kezdjük ezzel. Talicskával viszik ki a nyereséget. Ez igen. a második. ezt szeret egyébként annak a táptalajta... És a, talicskával hordják akormonik... a költségvetésbe az adó befizetést, és azt ne felejtsük. Hogy félig dolgoztatják a családanyákat gombokért? Gombokért a multik. Igen. Nézzük már meg a fizetési struktúrát, hogy a magyar kiskereskedemi hálózatokban mennyit lehet keresni, és mennyit lehet a multiknál hát, keresni. Ugye ott ölik egymást az emberek a Líria vagy az Aldi pozíciókért ahol azért brutálisan megemelték, ugye a elképesztő indult be a munkavállalók megtartásáért. Úgyhogy ezeket a, ezeket a lózunkokat szerintem próbáljuk lesz, és sok levenni. esetben unfair módon erővel visszaélve viselkednek. Egyébként van mindig mindennek igazság alapján. Persze, van, van ilyen beszállítókkal, meg a polcrendszer. De, de nem ez a megoldás. Tehát az, az államnak nem az a szerepe, hogy közvetlenül beavatkozzon a piaci versenybe, hanem az, hogy szabályozókkal próbáljon meg egyensúlyt. Hát, és tartani. az a kérdés Tehát... ebben a storyban, ugye, amiről beszélgettünk ma reggel, Brückner Gergelyel, hogy létrehoznák azt a, azt a milliárdokból felállított kormányhivatalt, azt az élelmiszerügyi cuccot, ami Hú, ugye. Hát, ez hangzik már a neve is. az a, hogy, Hát a zöld az ölt szója lesz a neve ja. ennek a hivatalnak, és, és de mindegy szóval. Hogy de van már erre egy kialakult ö, ökoszisztéma. Persze, a magyar máltai persze, szeretett persze, szolgálat, persze. a nemzetközi vörös kereszt, a magyar élelmiszerbank Nem kell Tehát felfedezni a működnek, újra a spanyol És vihoz. megvan a teljes hálózatuk, igen. amivel ezt működtetik. Na mindegy. Szóval igen. Szóval biztos, hogy van, van amit ott Gatyába lehetne rázni a múltiknál, de vannak lennének erre finomabb módszerek is szerintem ilyen. Na mindegy, balagjunk tovább Török Lira Török Lira Fú, igen, olyan, olyan dolgok, amikor... Eszméletlen sztorik jönnek Plesinger Gyulával. Korábban sokat beszélgettünk, és most ismét lehet róluk. A hát Törökország hát ez annak... az most megint gyakorlatilag a tönk szélén a lírával együtt, úgyhogy tényleg nagyon jó, hogy elővesszük ezt a témát. Az MKB Private Banking igazgatója, Plesinger Gyula lesz hamarosan a vendégünk, de csak a hírei után. Úgyhogy ezzel foglalkozunk, aztán utána természetesen majd ö, azzal is, amivel szoktunk minden kedden Katona Csabával, majd Széchenyi Ödönről, török altábornagyról, a török tűzoltóság megteremtőjéről, Széchenyi István fiáról beszélgettünk. Mesél a múlt rovatunkban. Többek között ez várható a millás reggeliben a következő percekben, órákban. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!